Kedves hallgatóink, pontos időjelzést adunk. 17 óra következik. Ütött az óra, kezdődjön az ünnep. Zene. Vivaldi Tavasz című hegedű versenyének első tételét hallottuk az Anima Musicae kamarazenekar előadásában. Kurátortársaimmal, Túri Klaudiával és Szovák Mártonnal, az idő arcainak követeként üdvözöljük a tisztelt egybegyűlteket, és köszönjük, hogy idejüket ránk áldozzák. Felkérem házigazdánkat, Rózsa Dávid főigazgató urat, hogy mondja el nyitó beszédét. Kedves kurátorok, tisztelt főosztályvezető úr, igazgató asszonyok és urak, főigazgató úr, kedves fellépő művészek, közreműködők, kedves vendégeink! Itt az idő. A Krisztus utáni 2024. év, április 11. napján, a szökő év 102. napján, a Fehér Vasárnapot követő 4. hétköznapon, Szent Szaniszló püspök és vértanú Lengyelország védőszentjének ünnepén, József Attila születésének 119. és Márai Sándor születésének 124. évfordulóján, a Magyar Költészet napján itt vannak gyűjteményünk azon kincsei, amelyekben megbújik az idő.
A liturgikus kiadványok, a kalendáriumok, az éggömb, a krónikák, a képeslapok, a misekönyvek, a graduálék, a breviáriumok, az antifonálék, az idő búvóhelyei. Elhozzák az időt, és kiszakítanak egy darabot a kiállító térben töltött időnkből, és a mi időnkkel térnek vissza a könyvtár csendjébe, ha lejárt a vitrínben töltött idő. Tavaly nyáron kezdtünk közösen gondolkodni arról, hogy hova rohan, bemutatható-e a dinamikája, és ha igen, mi végre. Hosszú hónapokon keresztül adtuk egymásnak időnket az időért. Most kiderül, hogy a Nemzeti Könyvtár mélyéről felhozott időhelyek szóra bírják-e a lineáris, a ciklikus és a pontszerű időt. A Magyar Nemzeti Könyvtár a kultúra és az idő archívuma. Felfoghatatlanul gazdag gyűjteménye alkalmassá teszi arra, hogy innovatív kiállításokkal beszélje el az ember és a kultúra viszonyából képződő tapasztalások formáit. A most nyíló kiállítás az idő három aspektusának értelmezésén túl arra keresi a választ, hogy miképp gondolkodtak eleink a történelmi és a saját időről, hogyan viszonyultak a jövőhöz, hogyan gondoltak a hétköznapokra és az ünnepekre. A kiállítás az időtapasztalatot értelmezi, amely a kiállított tárgyakon túl ott van a randevúról késő szerelmesnél, a nyugdíjbiztosító reklámjában, Tar Bélánál, Prusztnál, a nagymama ráncaiban, az olvasásban, a mandulafa virágzásában. Minden nap, életünk minden pillanatában foglalkoztat bennünket az idő, amely uralja egzisztenciánkat. Referencia két ember között. Gondolkodunk vele, úgy érezzük, hogy képesek vagyunk birtokolni, de valójában csak egy konstrukció, amelyhez órát állítunk, azután megfeledkezünk róla. Annyiféle arca van az időnek, amennyi személyiség, de minden személyiség arcát az idő rajzolja. Arcvonásaink összessége jelenti időben képződő történetünket, történeteink összessége jelenti kultúránkat, amelyet a kultúra intézményei tesznek láthatóvá. Remélem, hogy a kiállítás megválaszolja, hogy hova rohan az idő, és új kérdéseket intéz mindenkihez. Időm lassan elszivárog, immár a köszöneté a szó. Köszönöm Túri Klaudiának, Szovák Mártonnak és Varga Bernadettnek, a kiállítás különösen kreatív kurátorainak, hogy tudásukkal, érzékenységükkel elgondolták és megjelenítették a kiállítás koncepcióját. Mindenkinek ilyen inspiráló munkatársakat kívánok. Köszönöm Gazdag Máriának, az immár két nemzeti könyvtári kiállításért is nemzetközi elismerést aratott tervezőnek, hogy újra gondolta azokat a tereket, ahol installálhatóvá vált az idő. Köszönöm a sokoldalú művész, a Misztrál együttessel közösen frissen Kossuth-díjban részesült Török Máté nagyszerű kiállítási grafikáját és arculatát. Köszönöm Lénárt Judit és Jezerszky Zoltán menedzseri szemléletét. Köszönöm a kiállítás szakmai tanácsadóinak, hogy megteremtették a sikert hozó szinergiákat. Köszönöm Hutai Zsófiának és Békei Máriának, hogy időt fordítottak az angol fordításra. Köszönöm Gulyás Orsolya szerkesztői munkáját. Köszönöm valamennyi fellépő művészünknek, hogy ma itt vannak velünk. Köszönet illeti azokat a kollégákat, akik sokat tettek az állományvédelmi előkészítésért, a digitalizálásért, a műtárgykölcsönzésekért. Köszönöm a főigazgatói kabinet kommunikációs és rendezvényszervező munkatársainak munkáját, továbbá a KIAL Kft. És a 2KAL Kft. Kivitelezői munkáját. Végül, de nem utolsó sorban köszönöm a Budapesti Bábszínháznak, az Iparművészeti Múzeumnak, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum műszaki tanulmánytárának, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárnak, valamint a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának, hogy nyitottságukkal hozzájárultak a kiállítás megvalósulásához.
Isten hozta önöket a nemzet kulturális emlékezetének csarnokaiban. Érezzék itt, otthon magukat mindenkor. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük főigazgató úr szavait. Gyakran tapasztaljuk, hogy az idő szorítás ellen tehetetlenek vagyunk, de mindent megtettünk azért, hogy ezt egyre jobban érezzük. A hozzávetőleges pontosságú napóráktól eljutottunk az ezred másodperceket is mérő eszközökig, amelyekre már az élsportolók is nemet mondanak, sőt legújabb Nobel-díjasunk attól szekundumokkal dolgozik, a másodperc milliárdod részének milliárdod részével. Modern technika ugyanakkor lehetővé teszi, hogy kicselezzük az időt. Vince Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár úr is megtalálta a módját, hogyha személyesen nem is lehet jelen velünk, időt szálljon a kiállításra és önökre. Az időfogalma és az idő legyőzésének vágya egyidős az emberiséggel. Ahogy elhangzott a felkonferálásban is, én is megteszem a magamét, hiszen most április 8-án hétfőn állok itt önök előtt, miközben április 11-e csütörtök van. Az Országos Széchenyi Könyvtár ezt az elképesztően összetett és gazdag koncepciót alig több mint 100 négyzetméteres térbe zsúfolva mutatja be, és ki is lenne erre alkalmasabb, mint az Országos Széchenyi Könyvtár, hiszen ha arra gondolunk, hogy hogyan győzzük le az időt, hogyan lépjünk túl az idő korlátain, akkor a könyvtár, a múzeum, a közgyűjtemény az egyik megoldás erre a feladatra. Elődeink bölcsességeit, a jóslatokat, a jövőre vonatkozó jóslatokat is összesíti a könyvtár, velünk van, miközben mi uraljuk az időt, azt gondoljuk, valójában nem lennénk erre képesek, hogyha nem lenne velünk az a tudás, az a meggyőződés, az a tapasztalat, amit a könyvtárak őriznek. Köszönjük helyettes államtitkár úr szavait. Ezután hallgassunk újra Vivaldit. Dicső rétorok, vidám zene, de halljunk más múzsákat is. Részlet Ignacy Karpovics Égiek és földiek című regényéből. Fordította Körner Gábor. Időnek hívnak. Szakadatlanul tartok. Olykor hajlamos vagyok a tautológiára.
Például önmagamban való pont vagyok. Önmagam szakasza. Csak magammal mérhető. S csak az én kérdésem. Lineáris vagyok, és pontszerű. Téli, nyári. Fél és szűn. Grammatikai és szabad. Az én távlatomból mindig jobban látni. Orvosi szakképzettségem van, sebeket gyógyítok be, vasfogam megrág mindent. Pénz vagyok. Aki engem nyer, életet nyer. Gyerek vagyok még. Sok mindent tudok. Sürgetek, eldöntök, eljövök. Ennek ellenére néha agyonütnek. Ilyenkor kár értem. Közelegek és jól bennem vannak. Elrohanok és túlhaladok rajtuk. Rugalmas vagyok. Az emberek időnként nekem esnek, ezt úgy mondják, húznak, halogatnak. Régebben szakállam volt és reumám. Meg azt hiszem, szklerózisom. Néha szellemként jelenek meg. Nélkülem még a semmi sincs. Itt az én időm. Őze Áron színművészt hallottuk. Ha az idő arcai elégedettek az ajándékkal, kérjük, mutatkozzanak be. Kronosz vagyok, az idő egyik arca. Szakadatlan múlok, éveket cserélek tapasztalatra. Kairosz vagyok, az idő egyik arca. A megragadható lehetőség. Kapj el, ha tudsz! Kiállításunkon ez a két vezető fog önök mellé szegődni. Három termen fogják önöket keresztül vezetni. Az első terem a lineáris, egy irányba folyó időterme, a múlté, a jelené és a jövőé. A második terem a cirkuláris időé, ahol körbejárhatják az évet és a napot. A harmadik pedig a pontszerű időé. A pont, bár nagyon kicsiny, a lehetőségeknek és a végtelennek a kapuja. Most pedig arra kérjük önöket, hogy áldozzanak egy fél percet Kairosznak és Kronosznak, amit csendben töltünk. Hunyják le szemüket, amikor mondom, és aki úgy érzi, hogy letelt a fél perc, az emelje föl a kezét. Óra indul. Tisztelt olvasók! Könyvtárunk 30 perc múlva bezár. Ne aggódjanak, mi még maradhatunk. Van, aki 12 másodpercnél már föltette a kezét, 20-nál már nagyon sokan izgatottak, mozogtak. Igazából ezt a játékot egy perccel játszottuk korábban baráti társaságban, csak a kollégák szóltak, hogy egy perc egészen máshogy telik egy kiállítás megnyitó, mint egy kellemes tea mellett. Ebből is látszik, hogy az idő mennyire szubjektív. Kiállításunk épp ezért sokkal személyesebb lesz, mint a könyvtárban rendszerint megvalósuló tényszerű tárlatok. Bár az kiállított tárgyak önmagukban is érdekesek, saját életünkre, időgazdálkodásunkra vonatkozó kérdéseket is feszegetnek. Ezek nem mindig kellemesek, de ha valamin változtatnánk, jusson eszünkbe, erre minden pillanatban ott van a lehetőség. Méltó ajándék. Apollón mit küldött még? Babics Mihály. Az irígy körhinta. Jaj, hogy suhannak versenyt év az évvel, és egyre kergébben, tél az ősz után. Liheg a tavasz mezei szelével, mint szaladásban elfulladt leány. Hányadszor látom visszatérni, mint a körhintán szálló lányra, aki les,
s mint hadarokban pörgeti a hinta, rám villan, és már a forgásba vesz. Ki mondja még, hogy lassú az öregkor, s lomhább ütemben él a vénhedő. Lám, ha kevés van már belőle, akkor fut, legkajánabbul a gyors idő. Fut, száll, suhan, fogy, itt a tavasz újra, itt a kacérki röptében kacag, elleng mellettem, és pihek kifulva, ruháján a zöld máslik bomlanak. Hányszor szállt már el így, de sose még így hevülten, izgatottan, fullatag. Csak én öregszem, ő most is a régi, és a réginél még gyötrőbb és vadabb. Köszönjük. Az egyre kergében suhanó éveket a költői képeknél kézzelfoghatóbban is bemutatjuk. A következő animáción a fokozatosan sötétedő színű sávok azt fogják mutatni, hogy az egyes életéveink hosszát hogyan érzékeljük a már leélt életünk függvényében. Egy sáv egy életévet jelöl. Az idősebb emberek mindig azt mondják, hogy az idő egyre gyorsabban és gyorsabban telik. Ez azért van, mert az éppen elmúló idő tartamát az egész addigi életünk hosszúságához viszonyítva érezzük. Amikor 4 hetesek vagyunk, 1 hét az életünk negyede. Mire az első évünket leéljük, 1 hét már alig az 50-ede. Mire 50 évesek leszünk, már egy egész év lesz az életünk 50-ede. Ahogy sok dologhoz, ennek a végiggondolásához is idő kell. De nyugalom, a végén gyorsabban túl leszünk rajta, mint gondolnánk. Albert Einstein azt mondta az idő érzékeléséről. 1 óra egy csinos lány társaságában sokkal gyorsabban telik, mint a fogorvos székében. 76 évesen halt meg. 24 napot várni karácsonyig, olyan érzés 5 évesen, mint 1 évet várni 76 évesen. Ez szerint az elmélet szerint, ha megérjük a 100 éves kort, az érzékelt életünk fele a 7 éves korunk óta eltelt időszak. Ha figyelembe vesszük, hogy nem sok mindenre emlékszünk az első 3 évünkből, akkor is az érzékelt időnk fele eltelik, mire betöltjük a 18 éves kort. A 10. év mennyivel gyorsabban telt el, mint az első? Az érettségi utáni nyár olyan hosszúnak érződik, mint a 76. életév. 30 után a gyorsulás csökken, minden év már az életet 3%-ánál kevesebb lesz, és hasonlóképpen rövidnek tűnik. Az idő és a pénz közt is érdekes párhuzamok vannak. Az időt és a pénzt is megtakarítjuk és költjük, töltjük. Azt is mondják, az idő pénz. Minél több pénz van a piacon, annál kevesebbet ér. Hasonlóképpen minél többet élünk, annál rövidebbnek tűnnek az egyes évek. Az idő inflálódik. Ki gondolta volna? Az idő repül. Azt mondjuk magunknak, ezt vagy azt majd később megcsináljuk. Elhalasztjuk az utazást, amiről már egy ideje gondolkodunk. Nyitunk egy kocsmát, majd ha idősebbek leszünk. Az élet gyorsan eltelik. Cselekedjünk most. Kronosz így falja fel az életünket, ha nem vigyázunk. De mi a helyzet Kairosszal? Talán az ő arcát is megismerjük a továbbiakban. A kiállítás megnyitására felkérem dr. Lakner Pál volt tábori püspököt, az Evangélikus Országos Gyűjtemény igazgatóját. Hölgyeim és uraim! Néhány gondolatot szeretnék a következő 1,5 napban önökkel megosztani. Az egyenletes idő egyenletlen megéléséről. Az első magyar gyermekfilmek egyike, amely a jelenlévők egy részének természetesen történelem előtt volt, az a film, amely nem népmesére vagy a nagy klasszikusokra épül, az 1975-ben, Krisztus után, mielőtt a fiatalok megkérdezik, bemutatott Hahó öcsi volt, Török Sándor, művének főszereplőjét, az 5 és 4 éves Balogh öcsit izgatja az idő kérdése, azon okból, hogy családjának nincs ideje vele játszani vagy foglalkozni. Az idő fizikailag egyenletesen telik, de mérése vagy számolása sokszor tudatosan eltér. Az évhossza a köznapi logikában 365, szökőévben 366 nap, megközelítőleg tehát 365 és negyed, pontosabban 365 nap, 5 óra, 49 perc, 12 másodperc tizedesektől eltekintünk. Ritkán gondolunk abba, hogy hivatalosan például a menetrendi év általában 52 hét, Európában december 2.
szombatján fordul, de éppen ezért néha 53. A nyugati értelmezésű egyházi esztendő határnapja advent első vasárnapja hossza, mint a vasúti évé, néha késik. Ebben nincs különbség a 4 vagy a 6 hetes advent rendszerében sem. Az ilyen objektív szempontok mellett a szubjektív időérzékelésre is vethetünk egy néhány pillantást. A fogorvos székében tátott szájjal ülő számára a beavatkozás pár perce sokkal hosszabbnak tűnik, mint aki a fúró másik végén tartózkodik. A nézőpont tehát üléspont függő. Más az idő alapegysége az atomfizikusnak, aki a másodperc tört részével, ahogy hallottuk, az attoszekundumokat gondolkodik, a geológusnak, aki évezredekben vagy milliókban, vagy a teológusnak, aki lazán az örökké valósággal is mer foglalkozni. Az idő értelmezés első fogalma az ember számára, azt gondolom nem értem meg ezt a szakaszt, de valószínűleg a nap, majd a hónap lehetett. Az év már biztos, hogy hosszabb megfigyelések eredménye. A különféle naptárrendszerek erre épülnek. A fejlődés lépcsőit érdekes módon nem a mechanika, azaz az órakészítés jelenti, hanem a csillagászat és a matematika egyre finomodó módszertana, egész pontosan a szögmérésé. Alapvetően a mai évszámításban vagy 12 eltérő hosszúságú hónap van, mint a Gregorián vagy a Julián naptárban, vagy van 12 darab 30 napos egybevágó hónap egy 5-6 napnyi átvezetéssel az alexandriai naptárban, vagy 12 vagy 13 nem azonos hosszúságú holdkó hónap, mint a zsidó naptárban. Ezek átszámítása néha párhuzamos használata nem egyszerű. Gondoljunk a régi mondatra, ismeri a csíziót, ami onnan származik, hogy a régi naptárokban január 1-jéhez van odanyomtatva Circum Cisio Domini, azaz úr körülmetélése. Izgalmas kérdés számunkra azonban a hét problémája. A hétnek csillagászati vagy fizikai alapja nincs. A teremtés leírása tartalmazza a pihenés ünnepnapjával együtt. Érdekes módon a naptárreformok az év hosszához hozzányúltak. Például a Julián naptár bevezetés előtt Krisztus előtti 46. év, ami egyébként is szökőév volt, technikai okok miatt még 2 hónappal meghosszabbodott. Ezt a 445, nem elírtam, 445 napos szakasz nevezték az űrzavar esztendejének, Annus Confusionisnek. A hónapok hossza sem állandó. A Gergely-féle reformban 1582. október 4 után 11-re ugrott a naptár, de az előbbi rendszer korrekciójaként a heti beosztás nem változott. Először a francia forradalmi naptár osztotta fel az évet az alexandriai logikájával 12-30 napos hónapra, és ezen belül 3-3 dekádra. A pihenés megvonása miatt ugrásszerűen megnőtt a halandóság, aztán pár év alatt a rendszer egyéb okok miatt okafogyottá vált. Hasonló a helyzet a nappallal is. A természetes ritmus nagyon mélyen beleívódott az emberbe, ezzel kapcsolatban most egy katonai próbálkozást említek. Az amerikai haditengerészet az előző évtized közepén 2016-ban megszüntetett egy nagyjából 10 éves gyakorlatot, miszerint az alámerült atomtengeralattjárókon a személyzet a felszíni nagyobb egységek hagyományos 3 műszakos, 4 óra szolgálat, 8 óra szabad beosztása, illetve a kisebb hajókon divatos kétváltásos 6x6 állandó ismétlése helyett 6 óra szolgálat, 12 óra pihenőváltásban ért. Az előbbi rendszerben, regben, mint a minden tengerészeti váltásrendben, állandóan ugyanabban a napszakban kell szolgálatot teljesíteni, értelemszerűen akár a zónaidőkhöz is alkalmazkodva. Ez a kísérlet biztosított ugyan egy hosszabb pihenést, de a nap 18 órára redukálódott általa, az alámerülés 6-8 hetes időszakára. A természetes megvilágítás, mint az ösztönös viszonyítás alapja, hiányzott, ennek ellenére a fizikai, a fiziológia és különösen a mentális igénybevétel lényegesen nagyobb volt az előre számítottnál. Mivel a tengeralattjárók legénységének nagysága nem éri el legtöbb esetben azt a létszámot, ami alapján tábori lelkészi helyet szerveznének az állománytáblába,
Ezért konkrét tapasztalataink ennek az időbeosztásnak a lelki gondozó, illetve a liturgikus időszámítással való esetleges konfliktusáról nem ismertek. Ha meg léteznének erről feljegyzések, akkor a stratégiai haderőnemnek megfelelően egyébként is szupertitkos minősítést kapnának. Napértelmezésünk egyébként bonyolult. Párhuzamos időszámítások alkalmazására jó példa az ortodoxia. Ennek egyik lelki-szellemi centrumában az Athosz-félszigeten élő 20 nagy kolostor közül napjainkban, 18-ban a nap napnyugtakor kezdődik, egy helyen, Ivirionban napkeltekor. A nap ezekben a kolostorokban az ókori rendnek megfelelően 12 nappali és 12 éjszakai órából áll, az órák hossza természetesen naponta változik. Egyetlen közösség, Vatopedi használja a modern beosztást, a nap éjféltől kezdődik, 24 egyenlő órából áll. Ez a két az időt a többiektől eltérően használó közösség egyébként a hegy hierarchiában a második és harmadik helyen áll, tehát tekintélyes közösségekről van szó, természetesen csak a legnagyobb kolostor Mengiszti Lavra után. Zsidó gyakorlat szerint az este nem a napnyugtával kezdődik, hanem amikor két csillag látszik már. Ez adott körülmények közt a napnyugtánál korábban is bekövetkezhet, elég, ha a magas hegységben tartózkodunk, tiszta a levegő és alacsony a páratartalom, ezt könnyen átélhetjük. Teszem hozzá, itt az ókori értelmezés, a meghatározó, nem a mai, a nagybolygó kis csillagnak szerint számítanak ebben az összefüggésben. Nyelvi sajátosság egyrészt az a tény, hogy a magyarban a nap a naptár egysége, szemben az indoeurópai kalendáriummal, amely a kalenda, azaz a hónap első napjára utal. Másrészt a napfázisok és a fő világtájak kapcsolata is nyilvánvaló, a kelet, a dél, a nyugat, mint napfüggő. Éjszak az éjszakára utal, arról nem süt a nap. Meg kell említenem azt a tényt, hogy a középkori építészetben a templomok keleti tájulása nem az iránytű alapján történik, hanem tapasztalati úton a templom védőszentjének, címünnepének reggelén felkelő naphoz igazodik. Időszemléletünk személyes vetületét említettem, hadd szóljak most néhányat a regionálisról. Másfél évszázaddal ezelőttig minden településen dél, azaz a harangszó, a csillagászatilag megfelelő időben volt. A vasúti közlekedés elterjedése konfliktusba került ezzel, nem lehetett egységes idő nélkül biztonságos és pontos üzemet garantálni. Utóbbit most nem kommentálom. A vasúti idő a nemzetközi közlekedésben nem oldotta meg az időszámítás kérdését. Szemléletes példa a Bodeni tó partján, akkor öt állam osztozott, Ausztria, ami a prágai időt használta, Magyarország, Württemberg, Baden és Svájc. Összesen 28 perc eltéréssel, hát nem szerettem volna hajós kapitányként, kikötőnként órát állítani, hogy pontosan hol is vagyunk. Az idő szemlélet több értelmezése létezik, egyszerre részei egyéni és közösségi életünknek egyaránt. Lineáris idő az emberi élet tekintetében az idő az egy egydimenziós eseménysor. Megfordíthatatlan és megállíthatatlan. Az egyet szempontjából a párhuzamos életutak teszik izgalmassá a kérdést. Amikor elkezdtem az idő kérdését valamilyen módon érzékelni, három nemzedék volt fölöttem a családban. Most a felettem lévő egyetlen vékonyodik, de már kettő izmosodik mögöttem. Nézzük a diófa ültetés klasszikus képét. Az igazi termés majd a következő nemzedéknek érik be. Hogy az idő ciklikus vagy spirális-e? A kérdés nem provokatív. Az ismétlődő évszakok ünnepek ritmusa állandó, ha most húsvét mozgásától eltekintünk. Mi azonban változunk. Egy szakaszban fejlődünk, utána jobb esetben tapasztaltabbak leszünk. De elérkezik az a pillanat, amikor lezárul a pályánk, hiszen valamennyien a fogantatás és a halál végpontjai közt haladunk. Ez a tény az emberlét szakaszosságára is utal, nem csak a nemzedék, mint kifejezés kerül elő, mint általában a humán reprodukció ciklusa. Ez szó egyébként rendszeresen előfordul a Bibliában, ebből eredően a liturgikus nyelvezetben is. Tudomány területenként eltérő, mind az értelme, mind a hozzárendelt időszakasz. Hétköznapi jelentése is koronként változik,
jelenleg a nyugati társadalomban egyértelműen megfigyelhetően az átlag életkor növekedésével, illetve a szülővé válás kitolódásával növekszik. Ezek miatt általánosan egyértelműen határozatlan periódusként kezeljük, konkrét, még a liturgikus időszámításban sem használható. A klasszikus felfogás gyakran négy szakaszban látta az emberi életutat, gyermekkor, fiatalkor, felnőttkor, öregkor. Gyakran ez a reggel, dél, este és éjfél metaforájában is ábrázoltatott. Mai társadalom hasonlóan négy réteget tartalmaz, legalábbis a jóléti társadalmakban, de összevonja a klasszikus gyermek és fiatalkort, van még az aktívkor, és az öregkor elé harmadik helyre bekerül az aktív szenior fogalma is. De az időszakaszok, azaz a szakaszos időelemek néha rendkívül rövidek. Pontosan negyed év múlva zárul majd a nyári olimpia Párizsban, és jó szokás szerint majd izgulunk, hogy kiteszi meg szárazon vagy vízben az adott távolságot a legrövidebb idő alatt, ahol nemhogy években, hanem század és ezred másodpercekben dől majd el egy-egy verseny. Ha most furcsa módon a geometria szabályai szerint kezdünk gondolkodni, akkor a spirális idő három dimenzióval ábrázolható, a ciklikus kettőben, a lineális egyben. Azonban van értelme a nulla dimenzióról, a pontról is beszélni. Amióta a kereskedelem és az egyház élet számára napon belül idő pontos kifejezése egyre meghatározóbbá lett, létrejött az időpont. Ez lehet kezdő és végpont, születés, halál, indulás, érkezés, kezdés, befejezés, de lehet határidő is, amiről tapasztalatból tudjuk, hogy sokszor ez a legjobb múzsa, vagy az időzítés, a lehetőség, a soha vissza nem térő alkalom egyben. Tudjuk, hogy a fizika és a jog időértelmezése sem egyezik meg. Az éjfél, azaz a mai nap utolsó és egyben a holnapi nap első pillanata az ugyanaz. Jogilag mégis zárópontként, mondjuk érkezéskor a menetrendben, vagy egy halál beállt, akkor 24 órát írunk. Kezdőpontként, ha valami indul, vagy valaki születik, akkor már a holnapi nap első másodpercét. Az eddigi gyakorlat is nagyon sokféle hasonlatot használ az idő szemléltetésére, most engedjék meg, hogy alapszakmámnak megfelelően egy picit csak az egyház évre koncentráljak. Amely kultúránknak, ha néha látens módon is, mégiscsak fontos formálója. Ennek kapcsán Karl Heinrich Biarritz házról beszél, egészen pontosan a ház az időben megnevezést használja, az épület ki van téve az idő hatásának, koronként felújításra szorul. Tőle teljesen függetlenül az egyházi évet Rudolf Spieker székesegyházként tekinti, az egyházi év mint egy dóm, amelyre ilyen évezredek építkeztek. Ahogyan a Sárti székesegyházon vagy a Strasburgi Münsteren Melkisédektől Krisztusig és az utolsó ítéletig, valamint az egyház története prófétáival és apostolaival, szentjeivel és vértanúival, papjaival és királyival ábrázoltatott, így tükröződik az egyház évben az egész üdvtörténet és ennek a földi világba beültetése. Az egyház évet végigjárni azt jelenti, hogy az egész üdvtörténeten végig lépkedünk az üdvösség meghirdetésétől a dolgok végezetéig. Ezek nagyon szemléletes képek, de engedtessék meg egy kis kritika, statikus képek. Azonban az egyház év a múló időben értelmezhető csupán, még gondolataim és hitem szerint az Isten tisztelet majd az örökké valóságban is. Meggyőződésem szerint ezeknek a nagy nevű teológusok által használt képekkel és hasonlatosakkal szemben, hogy a liturgikus esztendőt ne nevezzük statikusnak, ezért a jelképkörhöz hasonlóan szeretnénk most egy dinamikus eszközt önök elé idézni, az asztronómia óráit. Meglepő módon e szerkezeteket nem feltétlenül külső térben találjuk, valamelyik torony tetején vagy kapu felett, hanem gyakran a templom belsőben, de akkor hangsúlyos helye van. Az egyházi esztendő sincs csak a templomhoz kötve, mindenképpen hangsúlyos, de nem csak kizárólagos helye, elég, ha körmenetekre vagy ünnepélyes bevonulásokra gondolunk, egyéni és családi gyakorlatot nem is említve. Az asztronómiai órák leggyakoribb helye a középkori városok főtemplomai és városházái. Aztán még találkozunk királyi udvarokban, netán tudományos intézményekben is. Most csak
az ipari forradalom előtt épített mechanikus megoldásokat szeretnék beszélni. Ezek ugyanis nem csak a mai értelembe vett napon belül időegységeket mutatták és mutatják a legtöbb esetben ma is, de a hét napjait, holtfázisokat, állatövi jeleket is, néha a bolygók állását, húsvétszámot, kalendáriumot, nap- és holtfogyatkozásokat, alkalmanként szökőéveket, a nap sorszámát az éven belül is jelzi egy-egy mutató, azaz az egyházi esztendő csillagászati számításához elengedhetetlen adatokat. Kikötők és kereskedő városok esetén érthető az árapály jelzése is, és mozgó látványelemként, mégiscsak kenyeret és cirkuszt, az apostolok vonulása, Jézus feltámadása, az időhöz kapcsolódó jelképek, kakasok, emberi életkorok, három királyok, várostörténetén jelentek is vannak. Ezek nem csak mágnesként vonzották az adott város lakóit minden korszakban, de a tömegturizmus korában, azaz ma is jelentős látnivalók, mondhatnám, hogy a divatos bakancslisták kötelező elemei Prágában, Ulmban és egyéb helyeken. Ebből kiindulva a maguk korában az alkalmazott matematika és a csillagászati tudományt a csúcs szintű finom mechanikai készséggel egyesítő óraművek elemeit használom fel a liturgikus év elemeinek bemutatásához. A dinamikus, mozgásbiztosító erő, ami az óraszerkezetben a súlyok rendszere, az nálunk az üdvtörténet. A teljesen közérthető és az állandó körforgás az alapritmus a hét, amit az óránál az inga szimbolizál. A vasárnap a stabilitás, ennek ritmusát mutatja a nagymutató, az aktuális helyzeten az óralapok az egyház évben jelzik, hogy hol vagyunk. A negyed órákat jelző ütések, a nyugati hagyomány, az egyház évet negyedelő böjtök, téves magyarosításból a kántorböjtök megfelelői. A világóra kiegészítő óralapjai a helyi időt, valamint a másik közösségek helyi idejét, azaz a más egyházak naptár értelmezését szimbolizálják. Az óramű fogaskerekei az együttmozgó ünnepkörökhöz hasonlítanak. A ritkán alkalmazott nap- és holtfogyatkozásokat mutató sárkánymutató a számunkra legfontosabb napfogyatkozást nagypénteket jelezi. Holdmutatók természetesen húsvétot mutatják. Az időóra az utánfeszítés megfelel a naptárreformnak, és miután az idő egydimenziós és visszafordíthatatlan, eztről gondoskodik az órában a gátkerék. A látványelemek közül kettőt szeretnék már csak említeni. Az apostolok vonulása az apostol napokkal állítható párhuzamban, természetesen a menetelés sorrendje sosem az ünnepekével azonos. A három királyok egyrészt vízkeresztre utalnak, átvitt értelemben azonban a naptár alkotó csillagászokat és az ezeket gyakran megjelenítő órakészítőket, naptár szerkesztőket is szimbolizálják. Az egyéb látványelemeket is lehetne említeni, amelyek a népszokásokkal vagy akár az agronómiai kapcsolódásokkal hozhatók párhuzamba. Előbbiek a rítusok, nyelvek és földrajzi variációk miatt egy egész könyvtárat megtöltenének, talán nem az OSK-t, de a miénket bizonyosan. Utóbbiak a biodiverzitás, a földrajzi helyzet, a klimatikus szituációs ennek permanens változása miatt egy másikat. Az idő természetesen a művészetben is egy fontos téma. Most csak néhány zenei példát említve, stílszerűen időrendbe és a liturgikusokat nem szemlézem. Vivaldi négy évszakjáról azt hiszem most már nem kéne többet mondani, hiszen hallottuk. Haydn szimfóniái közt akad reggel, dél, este, és óra melléknevű is, oratóriumai közt az, ott az évszakok és a teremtés. Néhai zongoratanárom azt mondta, hogy Chopin perckeringőjét 60 másodperc alatt ledarálni, az halálos vétek az emberiség ellen. És szeretnék egy rövid párbeszédet idézni. Alig megyek, a távolság hogy nő. Fiam, ez itt a térré vált idő. Ez nem Einstein. Nem is a relativitás elméletet népszerűsítő vagy tanító meséből származik, hanem Wagner utolsó operájának, a Parsifalnak a közepén hangzik el a címszereplő és Gurnemanz Grál lovag dialógusában. Még egy rövid gondolat az idő és annak fogalmának korlátairól. A történelmi Magyarország egyik legrégebbi, a brassói Fekete templom déli tornyában lévő Mátyás király uralkodásának legvégére datált toronyórán két latin idézet olvasható, hogy mikor került oda, erről megoszlik a történet tudomány. Az egyik így hangzik, verbum domini manet in aeternum, azaz Isten igéje örökre megmarad.
a másik pedig Sic transit gloria mundi, így múlik el a világ dicsősége. Előbbi Izsaiás 40-ből a Vulgáta szerinti fordítás, ezt idézi a Péter levél is. A következő században, tehát a 16. században ez Bölcs Frigyes szász választófejedelem, és egy nemzedékkel később a Smalkaldeni Szövetség jelmondata lett. A második Agustino Patrici Piccolimi püspök és pápai szertartás mester 1488-ban írt, de nyomtatásban tudtommal csak 1516-ban megjelent pápai szertartás könyvében, a pápai beiktatás bevezetőjében olvasható. Ez Kempis de Imitatione Christi, Krisztus követése első fejezetének változata, amely az első János levélből származik. Ez a két érdekes módon a reformáció korát és nézőpontját is keretező idézet azt a feltevést támasztja alá, hogy az egyházi év és minden időszámítás csak az egyház földi létének része, az örök életben nincs idő, ezért sem mérni, sem szakaszolni nem lehet, ezért nem is kell. Mindezen gondolatokat írtam az elmúlt héten pár reggel a buszon, hogy az idő ne csak múljék, hanem talán hasznosnak tűnő módon teljen el. Köszönöm a figyelmüket! Köszönjük püspök úr szavait, és mielőtt a kiállítás kapuit ténylegesen is kinyitnánk, utoljára feledkezzünk még bele a tavaszba. Thank you.
Megnyitónk végén személyesen is köszönjük a Letfalon felsoroltaknak, hogy bár nehéz ezt bevallani, de sokszor még a sajátjainknál is jobb ötletekkel, önzetlenül, nagy szakmai felkészültséggel segítették a kiállítás megvalósulását. Köszönjük az elhangzott beszédeket, Őze Áronnak az előadást, Bokodi Olá Gergelynek és Török Máténak, hogy Kairosznak és Kronosznak kölcsönözték a hangjukat. A tavasz becsempészését ünnepségünkbe pedig az Anima Muzici kamarazenekar tagjainak, G. Horváth Lászlónak, Revócki Otiliának, Horváthné Kovács Adélnak, Sándor Józsefnek és Kónya Attilának. Akiket a Nagy Kronosz kiválasztott, most követeinkkel megtekinthetik a kiállítást. A többiek pedig ragadjanak alkalmat és némi harapnivalót. Mivel a kiállítótér befogadó képessége a műtárgyak érzékenysége miatt korlátozott, elsőként azokat hívjuk a tárlat megtekintésére, akik Kronoszt és Kairoszt az első sorból szemlélhették. Később kislétszámú csoportokban mindenkinek lesz erre lehetősége. Állományvédelmi okokból a kiállítóteret hűtjük, erre gondoljanak a belépés előtt. Amíg sorra kerülnek, a büfében frissülhetnek fel. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Hölgyeim és uraim, mindig is nagyon szerettem volna legalább egy pillanatra megállítani az időt, és erre most nyílik alkalmam, hiszen kurátoraink mindvégig nagyon szerények voltak az este folyamán. Nem csak ennek a mostani egészen fantasztikusan sikerült kiállításnak a koncepcióját álmodták meg, hanem ennek a ma estének a teljes kreatív programját is. Illő és méltó, hogy még egyszer elhangozzék a kurátorok neve, és mindhármuknak nagyon köszönöm mindazt, amit tettek ezért a mai estéért. Túri Klaudia, Varga Bernadett, Szovák Márton. Érezzék jól magukat az este hátra lévő részében. Mindannyiuknak nagyon köszönjük, hogy eljöttek.